Minden, ami két kerekű, minden, ami gurul. Második alkalommal rendeznek bringás napot a Szent István téren szombaton, a Tour de Hongriehoz kapcsolódva. Lesz körbringa, kerge, bicikli, mini, bike, így minden korosztály nyeregbe pattanhat. A befutó után díját adó, koncert és hajnalig tartó buli várja a közönséget. A Miskolci szakasz izgalmai itt a szemüveglátára a korlát másik oldalán. Feszült várakozás és hatalmas tömeg. Így várták a befutókat tavaly a 751 km hosszú magyarországi verseny legszebb részén, az úgynevezett király etapon. Idén 35 ország 19 csapatának 140 versenyzője ült bringára. A Tour de Hongrie kerékpáros verseny először 1926-ban érintette a várost. Tavaly Miskolc volt a célállomás, idén augusztus 18-án halad át a mezőny a miskolci szakaszon. 14:30-kor érkezik Szirma felől meg a verseny, elhaladnak itt a Szent István tér mellett. Ide érnek majd vissza a versenyzők, de az sem fog unatkozni, aki netán nem kerékpárral érkezett. Figyelünk a teherautóra is, bizony. Nem versenyzik a teherautóval. A Szent István téren második alkalommal rendezik meg a Bike Day-t, ahol minden a kerékpárokról szól majd. Délután egykor kezdődnek a programok színpadi produkciókkal, de persze különleges kétkerekűek is lesznek. A gyerekeknek minibike, az extrémeknek medbike, és lesz agybike is, ami az adományozáshoz kapcsolódik majd. Olyan kerékpáros aktivitások, programok lesznek, amelyekbe mindenki korhatár nélkül be tud csatlakozni. Mindenki meg tudja találni a elképzeléseihez illő szabadidős aktivitást. Másrésztről pedig a befutó, a Tour de Hongrie befutója után lesz egy zenei rész, egy élő koncert, valamint egy hajnalig tartó buli itt a Szent István téren. A Szent István téri díját adón a város külön díját Miskolc polgármestere adja majd át a szakasz győztesnek, de itt lesz Géra Imre is, az MVSC többszörös kerékpáros bajnoka, aki a 68-as mexikói olimpián sikerrel szerepelt.